Jó napot kívánok, kedves nézőink! Ez a külpolitikai kitekintő. Idei első műsorunk, biztos vagyok benne, hogy nem felejtették el tavaly óta, hogy van egy ilyen. És biztos arra is emlékeznek, hogy most már hagyományosan több éve az első műsorunk minden évben ugyanarról szól, milyen év lesz a következő, és ugyanarról a két szakértővel szoktunk erről beszélgetni. Surányi György és Fellegi Tamás szakértők, barátok, és itt tovább nem sorolom tovább, mert a mi korunkban már az hosszú lenne. Most is erről fogunk beszélgetni. Hadd kezdjem egy provokatív kérdéssel. Ugye azt szokták mondani, hogy a 22-es év az közepes év lesz. Jobb, mint a 23-as, de rosszabb, mint a 21-es. Így lesz, Tamás, szerinted? Hát, hogy is mondjam, csak semmi kritikát nem gyakorolva feléd, István. De nyugodtan. Hát jó válasz, jó kérdéssel lehet adni. Erre nem tudok jó választ adni. Illetve az a kérdés, hogy kinek mi a jó válasz. Ugye, minden évben azzal kezdjük itt a Gyurival és veled a beszélgetést, hogy megpróbálunk valami olyan típusú, megalapozott, az elmúlt egy-két évre alapuló előrejelzést adni, hogy mi várható. Aminek a végén persze mindig azt állapítjuk meg a következő műsorban, hogy mi az, ami nem történt meg, mi az, amit mellé lőttünk, hogy lőttünk mellé. És ez most is így lesz. Ez a jó benne. Ez a jó benne. Ha én abból indulok ki, hogy az elmúlt év, amit mögöttünk hagytunk, az milyen, hol hozott olyan viharokat, változásokat, ne adj Isten, hosszú távú folyamatokat indított el, ugye akár csak a magára, ugye a vírus helyzetre, a vírus hullámokra, az ebből következő társadalmi, politikai, jogi feszültségekre gondolunk a világ minden részében, és hát nem utolsó sorban a világgazdasági szintre emelődött hatására, a supply chain problémától kezdve az energia árakig. Ugye ezt nem tudtuk előre megjósolni, pedig nyilvánvaló, hogyha most visszatekintünk a 21-es évre, ennek talán az egyik legmeghatározóbb része gazdasági, külgazdasági szempontból, az pontosan ezeknek a folyamatoknak az év második felében volt igazi felgyorsulása, fokozódása, illetve ezeknek erre az évre gyakorolható hatása. Tehát ilyen értelemben én azt várom, hogy valóban ebből a szempontból rosszabb év lesz 22, mint 21 volt. Hogy aztán 23-ra hogy fogunk ráfordulni, ugye ahhoz kristálygömb kéne. Itt gazdasági folyamatok, választások a világ több pontján, mondjuk két nagyon meghatározó, világpolitikailag meghatározó választás, ugye a francia elnök választás, illetve az amerikai időközi választás, ami választathat arra, vagy legalábbis komoly indikációt adhat arra, hogy az amerikai bel és ebből következő külpolitika és adó, gazdaság, stb. Politika milyen irányba fog mozogni, hogy alakul az egyensúly a kongresszus két háza, illetve a Fehérház között. Ezek nyilvánvalóan meghatározói lesznek a következő év folyamatainak, és talán úgy is, hogy meghatározzák, hogy hogyan fordulunk rá 23-ra. Gyuri, akkor? Ingadozok. Őszintén megvalva, mert van néhány dolog, ami talán ebben az évben várhatóan jobb lesz, mint tavaly, de azok a kockázatok, amelyekről Tamás említést tett, azok valóságos kockázatok, jelen vannak, és eléggé kiszámíthatatlanok hatásaiban. Ebből a szempontból a legfontosabbnak az amerikai időközi választás tűnik. Ott ugyanis, hogyha nem egyszerűen patthelyzet alakul ki, hanem a republikánusok vissza tudják szerezni mindkét házat, akkor az egy egészen különös helyzetet hozhat létre. Ezt jobban tudjátok, jobban értitek, mint én, de kívülállóként azt látom, hogy olyan megosztottság alakult ki az amerikai társadalomban, olyan ellenséges hangulat jött létre a demokraták és a republikánusok között, ami akár egy nagyon komoly kormányzati válsághoz is vezethet az Egyesült Államokban. Korábban is volt már olyan, hogy egy elnök az ellentétes pártok által uralt kongresszussal és szenátussal működött együtt.
de össze nem hasonlítható az a fajta kompromisszumkészség hiány, ami ma látható azzal, ami korábban volt. Korábban azt kell mondani, hogy különösebb problémák nélkül az ellentétes felek képesek voltak egymással együttműködni. Ami a gazdaságot illeti, ott szeretnék optimista lenni abban az értelemben, hogy a kínálati problémák fokozatosan enyhülni fognak, és ebbe beletartozhat az is, hogy az energiahiány is mérséklődhet. Ma volt egyébként tegnap egy fontos döntés az Egyesült Államokban, hogy tudnivik nem fogják büntetni az északi áramlatot, ami megnyitja az utat arra, hogy az orosz gáz nagyobb mértékben jöjjön Európa felé, ami talán a horribilis áraknak a mérséklődéséhez vezet. Még egy dolog, ami talán pozitív, vagy én legalábbis pozitívként élem meg, hogy végre két-két és fél év szédelgés után az amerikai költségvetés kezd konszolidálódni. Tehát úgy néz ki, hogy ebben az évben az amerikai államháztartási hiány kevesebb, mint a fele lesz, mint az elmúlt évben, és az egy harmada lesz körülbelül, mint a két évvel ezelőtti. Nos, ez egyrészt az amerikai inflációt hűteni fogja, és ez az egész világgazdaság szempontjából is fontos. Kapcsolódva Gyurihoz, azt én fontosnak tartom, hogy az egy nagyon lényeges eleme az amerikai mozgásnak, amire ő fölhívta a figyelmet, hogy olyan konfliktusos pontokig jutott el az amerikai belpolitika, amiben szemmel láthatólag a hagyományos intézményrendszeren belül nagyon nehéz azokat a kompromisszumos vonalakat megtalálni, amik az elmúlt évtizedekben, ugye hosszú-hosszú évtizedeken keresztül működtek. Ennek az egyik magyarázata, nyilván több magyarázat is van erre, az egyik szerintem kiemelkedően fontos magyarázata, hogy tulajdonképpen mind a két párt bizonyos mértékben most azon a átformálódási, részben szétesési folyamaton megy keresztül, ami a 20. század legvégén, 21. század első felében az európai hagyományos pártokat érintette. Ugye azt látjuk, hogy a ma a kormányzó demokrata párton belül egy nagyon zajos, nagyon ideológikus, nagyon-nagyon erőszakosan értéket bevezetni akaró, és azt, hogy úgy mondjam, szinte tűzzel vassal érvényesíteni szándékozó erő mozog, ami részben fogságban tartja a mainstreamet, mint mindenhol olyan helyen, ahol azt is mondanám, ez, tudom, hogy ez egy talán nagyon rossz analógia, de leginkább nekem ez egy ilyen olyan koalíciós helyzethez hasonlít, amiben nagyon nem feltétlenül egymáshoz simuló erőknek kell együtt kormányozniuk, és a kisebbség, amelyik a mérlege nyelvét alkothatja, az nagyon erősen rá tudja nyomni a bélyegét a kormányzás egészére, szemben az elmúlt évtizedekkel, ahol a mainstream át szemben a mainstreammel. És az egy sokkal jobb kiegyezési helyzetet, kompromisszumos helyzetet jelentett, mint a korábbi időkben. Ugye még ehhez ugye az északi áramlat az valóban, én még úgy is fogalmaznék, hogy az több szempontból lehet, hogy ez persze egy merész előre ezt kijelenteni, de több szempontból ez egy bizonyos értelemben geopolitikai fordulatot is jelent, abból a szempontból, hogy új mederbe tudja terelni az európai energia ellátással összefüggő, és nem csak az energiához kötődő geopolitikai viszonylatokat Amerika-Európai Unió, Amerika-Németország, illetve az orosz relációban is, miközben ugye napról napra éleződik most ugye az Ukrajna körüli feszültség, NATO, Egyesült Államok, az Európai Unió, szerintem ez három különböző szereplő, nem teljesen ugyanarról beszélünk, és az oroszok viszonya, és még két elemet nem említettünk ebből a listából, ami mind a kettő szerintem másként, de nagyon meghatározója lehet a 22-es év külpolitikai vonulatainak. Egyrészt, hogy mi lesz az iráni atomalkunak a sorsa, és hogyha az abban nem születik olyan megoldás, ami nem csak a tárgyalásokon résztvevőknek, sőt, nem elsősorban a tárgyalásokon résztvevőknek, hanem az oda meg nem hívott
feleknek, ugye itt az öbölmenti országok és Izrael maga érdekeit nem veszi megfelelően figyelembe, hogy mi a megfelelő, az persze nyilván ugye ez majd, a politika művészete, az majd kiderül, akkor abból nagyon komoly tovagyűröző feszültségek lehetnek, és a másik ugye a kínai-amerikai viszony, ami részben a gazdasági, világgazdasági folyamatokhoz kapcsolódik, nagyon erősen ki fog erre hatni, hogy a kínai gazdaságban mutatkozó nagyon komoly strukturális pénzügyi eladósodási problémák hogyan fognak tovább mozogni, és végül, de nem utolsó sorban, ami szerintem ezekhez képest később jön, remélem, nem tévedek, az a Tajvan kérdés abban a régióban. Fel is soroltad azt a három nagy kérdést, amiről... Akkor mehetünk is ezek amiről, szerint. Hát nem, azért egy picit még fejtsük ki ezeket. Ugye kezdjük itt Oroszország és hozzá kapcsolódóan sok minden más. De az lenne a kérdésem, Gyuri, szerinted, hogy az az amerikai bejelentés, amire hivatkoztál az északi áramlat ügyében, ugye ez két szemben álló, egymással szemben álló amerikai kijelentés van. Ugye van ez a kijelentés, és van az a kijelentés, hogyha oroszok kiterjesztik a műveleteiket Ukrajnára, hogy finoman fejezzen ki, magyarul megtámadják Ukrajnát, akkor véglegesen leállítják az északi áramlatot. Én ebből arra következtetnék, ha normális viszonyok lennének a világban, hogy ez az amerikai bejelentés azért jött tegnap, hogy megnyugtassa az oroszokat, hogy ha egy kicsit rugalmasabbak lesztek, akkor mi is rugalmasabbak leszünk, mint most vagyunk. Nagy kérdés, hogy elég lesz-e ez, mennyire jelentős, mennyire fontos Oroszországnak, mert hogy Európának mennyire fontos az északi államnak kettő, azt hiszem egyértelműen látjuk. Mennyire fontos Oroszországnak ez az északi áramlat most a presztízsen kívül? Ugye én szeretnék továbbra is az optimista vonalon maradni. Az jó. Annak ellenére, hogy a hírek úgy szólnak, hogy a genfi tárgyalásokon nem sikerült előrelépni az orosz és az amerikai félnek, ennek ellenére az az érzésem, hogy ott a háttérben, mintha ebben megállapodhattak volna, hogy elengedik az északi áramlatot, egyfelől, másfelől az oroszok nem mennek agresszíven Ukrajna irányában. Az oroszoknak is fontos ez, mert ugyan vissza lehet tartani a termelést, de nem korlátlanul. Ugyan igaz az, hogy nagyon komoly tárolói kapacitások vannak Oroszországban, de nem végtelenek ezek a kapacitások. Ennek, és hát végül, de nem utolsó sorban, az orosz költségvetésnek azért szüksége van ezekre a bevételekre. Úgyhogy ez mind a két, ez egy kölcsönös függőség. Ha egy nem kooperatív játék folyik, abból mind a két fél óriási veszteséggel jön ki. Úgyhogy van érdek, nem véletlen, hogy az új német kormány, amelyiknek van olyan tagja, amelyik korábban vészesen ellenezte az északi áramlatot, visszavonult, és magánzóként továbbra is ellenzi, de kormánybuktatás vagy kormányleszavazás. Igen. És ugye az egy nagyon fontos kérdés ebben, amit meg ti tudtok sokkal jobban nálam, hogy ha az északi áramlat megnyílik, akkor ugye ez azt jelenti, hogy Ukrajna komoly bevételtől fog elesni, mert nagyon sok földgázt lehetne Ukrajnán keresztül is csatornázni, hogy ezt hogy fogja az orosz fél és az európai fél kezelni. Tehát, hogy Európa hajlandó-e valami, az egészen biztos, hogy a gázigényét a fordított útvonalon kicsit drágábban, de ki fogják elégíteni Ukrajnának. De hogy azt a bevételkiesést, itt milliárd dollárokról beszélünk, hogy azt fogja Európa kezelni, ezt nem tudom. És ez abból a szempontból is nagyon fontos, hogy ugye mi mindig, vagy én legalábbis szimpátiával nézem az ukrán védekezést, és mindenki attól tart, vagy a többség attól tart, hogy az oroszok bevonulnak, de azért vannak olyan információk is, hogy az ukránok se karba tett kézzel nézték a kelet-ukrajnai állapotoknak a idők végezetéig történő fenntartását.
Én azt gondolom egyébként, hogy az oroszok, a Putyinról sok minden rosszat lehet elmondani, néhány jót is. Az egyik például az hogy a Putyin buta, azt szerintem nem mondható el. Azon kevés politikus közé tartozik, aki nem csak okos, hanem van egy stratégiai koncepciója. És ez egy más kérdés, hogy ez rossz, nem értünk egyet, veszélyes, és így tovább, de van. És hát kevés olyan politikus találunk most, ha így körbenézünk magunk között szóval, akinek ez van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy például abból azokból kifolyólag, amit te mondtál a költségvetés helyzetéből adódóan, hogy a Putyinnak nem érdeke az, hogy ott Ukrajnát mondjuk megtámadja, mert már most is nagyon drága azt a 150 ezernyi katonát ott tartani, de egy invázió is utána egy megszállása szerintem abszolút, most nem eltekintve a harci cselekményektől, meg a halottaktól, olyan terhet róna Oroszországra, már a Krím eltartását is alig bírja. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez nem a legnagyobb veszély. Lesznek orosz ellenlépések, de ezeket azt gondolom, hogy ki lehet majd ellensúlyozni. Meg kell tanulnunk, hogy a Putyin november, elnézést, csak azért még elmondanám, biztos láttátok a Putyinnak a novemberi beszédét, volt az egyiket, amiben ő kifejtette, hogy azt gondolja, hogy Oroszország nem európai hatalom, hanem és nem is ázsiai hatalom, nem is eurázsiai hatalom, hanem orosz. És hát ezt figyelembe kell most venni, hogyha Oroszország nem európai hatalom, akkor valószínűleg nem az európai biztonsági rendszeren belül kell megtalálni Oroszország biztonsági garanciáit, hanem a kettő között valahol. És ezt föl kéne fogni már nagyon nekünk, mert ugye a NATO is, meg az amerikaiak is most megpróbálják Oroszországot visszagyömöszölni abba az európai biztonsági rendszerbe, amelyik már régen nem létezik. Jó, szerintem Oroszországról elmondtunk, amit egy dolgot tennék még hozzá, ami egyet hangsúlyoznék én is, ha már itt ülök, akkor hangsúlyozom én is ezt a pontot, amit mind a ketten mondtatok, hogy Oroszországnak, mint minden ilyen jellegű nagyhatalomnak, hogy most mekkora hatalom, meg hanyatlik, nem hanyatlik, az egy másik kérdés, de nagy, mindenképpen nagy, és vannak olyan stratégiai pontjai a gazdaságnak, politikának, katonai, védelmi kérdéseknek, amiben nyilván van még meghatározó erővel is rendelkezik, hogy azt a kényes egyensúlyt mindig megtalálni, fönntartani, hogy a saját érdek és a partneri megbízhatóságnak az egyensúlyát megtalálni, fönntartani energiaellátásban, meddig lehet feszíteni a húrt, visszatartva energiát. Lehet-e egyáltalán, meddig lehet? Független attól, ami nyilván a legnyomosabb szempont ebben, hogy a költségvetési bevételek, azt a gázt, amit a Gazprom elad évről évre, azt el kell adniuk. Enélkül nem működik a gazdaságunk. Nem csak, hogy a 150 ezer katonát nem tudják eltartani, hanem a normál, a vajas kenyeret se tudják megkeresni. Tehát ez teljesen világos. Tehát ezeknek a szempontoknak egy nagyon kényes és állandóan mozgó célpontot jelentő belső egyensúlya van, amiben időről időre belerondítanak a közel-keleti események, ilyen események, olyanok. A másik, amiről nem beszéltünk, és szerintem ez is része ennek az egyenletnek, mindenképpen bele kell kalkulálnunk, mint egy valamilyen ismeretlent, ami azért ismerős is, hogy nyilván Oroszországnak van egy teljesen legitim, lehet egy teljesen legitim igénye arra, hogy a sok évtizeden keresztül vele katonailag, politikailag szemben állók katonai ereje milyen közel tud kerülni a határaihoz. Tehát ezt, mint legitim igényt, ezt nem lehet kétségbe vonni. Hogy ez mit jelent? Hogy ebbe beleférhet-e a Krím-félsziget megszállása mondjuk, vagy Ukrajnával szemben katonai fellépés, ugye ez már sok egyéb szempontnak a mérlegelésétől függ. Amit én még egy, bocsánat, nem akarom ezzel elhúzni az időt, még egy dolgot tennék hozzá, hogy az északi áramlat kettő döntésben szerintem az általatok már elmondottakon túl lehet még egy szempont, ami fontos, hogy az energiapiacok helyreállítását valami minden eszközzel ugye csinálni kell, folytatni kell, meg kell nyugtatni a piacokat. Azt gondolom, hogy maga az az ígéret, hogy az északi áramlat 2 az szerves része tud lenni a világ energia ellátásának, az egy nagyon komoly pozitív jelzés a piacok felé, ami mindenképpen hűtheti a
a negatív folyamatokat. Igen, igen, ez abszolút, én is azt gondolom, hogy így van. Mondtad, hogy Közel-Kelet, úgyhogy akkor ugorjunk, mondta Pócsalaki úr. Közel-Kelet, ugye mondtad, hogy ott van egy konfliktus, és nagyon érdekes, amit mondtál, hogy most azon túlmenően, hogy az atomalkuban résztvevő vagy részt nem vevő országok mit csinálnak és mit tudnak elérni, ugye ott igazából a valódi főszereplők közül legalább egy kívül áll az atomalkont, Izrael, és Izrael legfontosabb szövetségese Amerika mellett Szaud-Arábia is, ami hát egyébként is már egy nonsens. Tulajdonképpen 5 évvel előtt valaki azt mondja, hogy Szaud-Arábia lesz Izrael a legfontosabb szövetségese. Szerintem itt kollektíven kinevettük volna hármasban. De hát ez történt, hogy ugye, és az atomalku sem arra felé, legalábbis amit látunk belőle, nem arra felé haladt, hogy ott egy nagyon pozitív dolog történne meg. Most azon kívül, hogy ott támadás, nem támadás, ezen szerintem nem érdemes filozofálni, ezt már rengetegszer elmondták, de mi ennek a világgazdasági hatása, Gyuri, és amit nagyon szeretnék megkérdezni, hogy mi történik ott Kínával, ugye, mert Kína már egyszer beígért egy 200 milliárd dolláros kölcsönt, segítséget Iránnak, lesz ebből valami, vagy az csak egy ilyen szózat volt? Egyel korábban kezdeném a kínai-amerikai kapcsolatnál. Itt ugye nagyon látványos pengeváltások történnek a felszínen, eközben a kereskedelmi forgalom volumenet dinamikusan nő. Tehát a szankciók ellenére nő, magyarul az az összeomlás, amit gondoltak a kínálati láncok megszakadása a pandémia mellékhatásaként, úgy tűnik, hogy nem történik meg, hanem kezd visszatérni egy normális mederbe, és ez nagyon fontos. Ez abból a szempontból is fontos, hogy Kínának nem kell szembenéznie egy rövidtávú makrogazdasági kemény kiigazítással. Innen lehet menni az iráni-kínai kapcsolatok irányában. Kína számára az anyagi korlátokat nem jelentene, hogy egy ilyen mamut kölcsönt nyújtson akár Iránnak. Ugyanakkor az energetikában Kínának van érdekeltsége abban, hogy Irán nagy elánnal visszatérjen a nemzetközi piacokra. Egy ilyenfajta kapcsolatépítés és kapcsolaterősítés, az az érzésem, bár nem vagyok ennek a szakértője, hogy a térségre nézve jótékonyan hat. Ha Irán a kőolaj kitermeléssel, földgáz kitermeléssel foglalkozik, jövedelemhez jut, és a gazdaságát próbálja rendbe tenni, és a belső feszültségeit, mert nagyon komoly társadalmi feszültségek vannak, nagyon erős elszegényedés, áruhiány tapasztalható, és azért ne felejtsük el, ez egy 5000 éves kultúrájú ország, tehát itt ők büszkén nem arabnak tekintik magukat, ez egy nagyon komoly értelmiséggel, kultúrával rendelkező ország, hogyha nekem az az érzésem, hogy ha levegőhöz jut, akkor talán az agresszivitása mérséklődik. Tamás, szavazzunk szerintem. Hát ez egy nagy, igen, most ugye szívesen bújnék amögé, hogy hú, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Nagyon bonyolult kérdés. Szerintem az egy, ugye egyrészt van ennek egy elvi része, amit az oroszok kapcsán is említettem, mint egy ilyen elvi kérdés, hogy Oroszországnak lehetnek legitim jogos olyan politikai védelmi igényei, ami definíció szerint ellentétes a nyugati katonai szövetség mozgásával, és ebből ugye generálódnak konfliktusok, amik aztán egyéb keretbe kerülve meg tovább robbanthatnak. Ugye itt az egyik, számomra a legfontosabb probléma ez azzal, hogy két kulcs szereplő kívül van az atomalkun, az, hogy pont az a kettő van kívül, hogy nagyon leegyszerűsítsem a mondandómat, akiknek a bőrére megy a játék. Tehát az, hogy most az amerikaiak, a kínaiak, az oroszok, a németek milyen befolyáshoz jutnak Perzsiában, a kőolajkészletek hova mennek inkább, ki hogy fogja kontrollálni jobban a világgazdaságilag amúgy nagyon releváns Perzsa-öbből közlekedési útvonalakat, és a többi, ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, de nem az ő bőrükre megy a játék.
hanem a öböl menti arab országok, mindenkövet Szaúd-Arábia és Izrael. Az, hogy az iráni vezetés a levegőhöz jut és lényegesen nagyobb pénzügyi és egyéb erőforráshoz jut hozzá, hogy ők ezt inkább arra fogják használni, tudom, hogy nem ezt mondtad, de most hadd sarkítsam, amit mondtál, Gyuri, hogy leépítsék az atomiparukat, a katonai részét legalábbis, hogy ezen túl kevesebb pénzt fognak adni a több forrásból, a Hezbollahnak, meg a Hamasznak, meg a többi terrorszervezetnek, e felől nagyon erős kételjeim vannak. Tehát én attól tartok, hogy legalábbis középtávon, vagy ameddig észszerűen el lehet látni, én nem hinném, hogy egy ilyen kiszabadulással azt az ideológiailag megalapozott, azt a saját politikai önérdeket, regionális hatalmi státuszt hirdető és gyakorló politikát, amit csináltak, és azt a rengeteg befektetést, amit Jementől Libanonig beletettek a felkelőkbe, a terrorcsoportokba, azt nem fogják veszni hagyni. Ez, szerintem ez egy komoly politikai érték az ő szemszögükből. Tulajdonképpen egyetértek, de mégis vannak bizonytalanságaim. Az egyik ilyen bizonytalanság, hogy azok a fajta szankciók, megszorítások, amelyeket a demokratikus világ alkalmazott az elmúlt évtizedekben, általában nem működtek. Ugye erre a legjobb példa Észak-Korea, de Kuba is hasonló. És Iránnál meg az az érzésem, hogy az a tény, hogy a trumpi Amerika egyoldalúan fölrúgta a megállapodást, az aláásta az iráni rezsimen belül azokat az erőket, akik nem a mi sztenderdjeink szerint, hanem az övék szerint a reformereket képviselték. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta erőteljes fellépés inkább az ellentétes hatást váltott ki. Ami nem változtatja meg azt, amit mondtál, hogy a Közel-Keleten olyan állásokat épített ki Irán, amelyek nagyon komoly fenyegetettséget jelentenek az öbölmenti országoknak, de különösen Izraelnek. Viszont, hogyha Irán egy kicsit tehát nekem az az érzésem, hogy általában fordulatok két esetben szoktak előfordulni egy-egy társadalomban, ez egy leegyszerűsítés. Vagy akkor, hogyha nagyon nagy a szegénység, nagyon nagy az elnyomorodás, nagyon nagy a baj, vagy akkor, hogyha elkezdenek fejlődni, növekedni, kinyílni egy kicsit, hát nem kell messzire menni, a 1989 az erről szól. Igen, ugye én sokszor követnek el hibát, azt gondolom a politikusok. De az oroszok azt a hibát követték el, hogy a tárgyalások végeredményével akarták kezdeni a tárgyalásokat. Szerintem ez Szani Neftásnak sikerült Jaltában, csak hát akkor ott volt mögött egy 3 milliós hadsereg, amelyik ott állomásozott, ahhoz neki kellett, most ez nincsen. Az amerikaiak is elkövették azt a hibát, hogy megnevezték azt a 3 területet, ahol szerintük haladásra van szükség. Az egyik az atomalkú maga, rendben van, másik a ballisztikus rakéták, a harmadik pedig a térségbeli terrorista, tehát terrorizmus támogató erői Izraelnek, vagy erőfeszítései. Én azt gondolom, hogy az első kettő az legitim módon beletartozik ebbe a csomagba, a harmadik nem. Tehát ez egy külön dolog, ez nem jelenti azt, hogy fölmentés, meg nem tudom én micsoda, de azt gondolom, hogy ezt a csomagot egyben nem lehet keresztül vinni. Az elsőt igen, az atomalkut valószínűleg igen, rakétákra is lehet valami külön alkut hozni, de az, hogy ennek örve alatt még a térségbeli tevékenységét is korlátozzák Iránnak, ezt én nem hiszem, hogy ez egy reális célkitűzés lenne. Úgyhogy én azt csinálnám, ha lehet, hogy ez történik, bár ezt a műsort mindig nézik a Fehérházban, és úgyhogy remélem, hogy most is ide ránk hallgatnak, hogy a kettőt külön választanám. Nem hagynám persze ott, mert ugye az izraeliek, meg a szaudiak, meg az örülmenti országok ebben is rettenetesen erőteljesen érzékenyek és érintettek. De valahogy ezt jobban tudja Izrael kezelni, mint az első kettőt. Izrael egyedül is jobban tudja kezelni sok-sok problémával együtt.
Úgyhogy hát bízunk benne, hogy Teheránban is felülkerekedik a józanész. Már amit te mondtál, ugye az egy tipikusan európai gondolkodás, de hozzátetted az 5000 éves kultúrát, hogy tőlük ez jobban elvárható, hogy ezt a gondolkodásmódot megértsék, mint azoktól, akik hát nem 5000, hanem 50 éve vannak hatalmon. Hát sajnos pont most járt le az időnk, pedig most igazán érdekes dolgokról kezdtünk el beszélni. Nem tudom, hogy az évközben mikor, milyen módon találkozunk, azért nem csak egyszer szeretném igénybe venni a tudásotokat, de jövő ilyenkor, jövőre veled ugyanitt mindenképpen megbeszéljük, hogy igazunk volt-e. De az a jó a politikai elemzésben, hogy ha bejön az, amit mondtunk, akkor megveregetjük a mellünket, hogy milyen jó. Ha nem jön be, akkor megmagyarázzuk, hogy miért nem jött be, és mind a kettő legitim, ha szabad ezt a kifejezést használni. És majd én akkor elmondom, hogy Gyuri mekkorát tévedett. Úgyhogy köszönöm szépen mindkettőtöknek, hogy eljöttetek. Nézőinknek köszönjük, hogy minket néztek. Sajnáljuk, hogy nem tudtuk jobb évkezdést produkálni, de hát azért a realitás nagy úr, arra oda kell figyelni, még akkor is, ha az ember, mint Sorányi György, megpróbál optimista lenni, nem mindig sikerül, de hát reméljük, hogy így van. Köszönöm, hogy minket néztek, megint lesz közpolitikai kitekintő, a következő adás, fogalmam nincs még, hogy miről, mert hogy hol van az még. Addig még sok minden történik a világban. Folytassák, nyugodtan nézzék a heti tévét, mert ugyan ez a legjobb műsora a heti tévének, de a több is jó. További jó szórakozást kívánok önöknek, jó éjszakát vagy jó napot!